Szervusztok, sziasztok! Üdvözlünk mindenkit az M3 Autóparkban, Szent Mihály úton. Szervusztok, sziasztok! Itt van velünk Concerto is, és megmutatunk nektek egy kis autót, egy kis i20-as Hyundai-t, méghozzá 2013-ból, tehát ő már ilyen egészen szép kivitelű autó, nagyon buborékosak neki a fényszórói, és itt ilyen LED lámpákat is láthatunk alul. Ezen kívül még a felszereltséghez hozzá tartozik, hogy ő bizony nyári alufelnivel jött ki. Ezek is egyébként mind a négy kerék nagyon szép állapot, és a gumik is természetesen jók rajta. Na így néz ki. Egy egész szép ilyen lakfekete színe van neki. A visszapillantónkban ott figyel ugye a kis index, nagyon szépen dizájnosan elrendezve. És mutatom nektek a bal oldalát is. Íme. Kisvárosi autó, de azért 85 lóerőt tud ez a motor, és halljuk, hogy ketyeg is, tehát jár ez, hogyha odafigyelünk jobban, akkor már pedig nézzünk is bele. Na, Concerto, nyisd nekem ki, így. Aha, ő lenne az, az a 85 lóerő kis 1-2-es motivan. Ugye Euro 5-ös környezetvédelmi osztállyal van, és itt a motortér is környezetvédelmi osztályban besorolhatjuk akár Eurót 25-ösbe is, mert teljesen szép, tiszta, rendben levő gyári állapotú járgánynak a motorterét látjuk. És gyönyörű, szépen csendesen jár. Mutatja nekünk Feri, mert őt megtaláltuk, itt fekszik az akkumulátoron, és figyeli, hogy bizony itt be is jegyezték, 41 ezer kilométernél szervízbe járt, és olajat cseréltek benne utoljára. Tehát olyan nagyon sok nem lehet benne, de majd meg is vizslatjuk belülről. Ott láthatunk még egyébként nagyon szép és érdekes dolgokat, ugyanis azért egy jól felszerelt autó. Ugye mutatja a könnyűfémfelni is, és hosszabb utakra is nyugodtan elindulhatunk vele, mert azért 85 lóerős kiskocsival még simán fölkapaszkodhatunk az autópályán. Nézzük is a csomagtartót, mekkorára sikerült. Ha? Igen. Azért mély a csomagtartója, tudunk belepakolászni, tartozékok is rendben, minden pótkerekünk megvan, és bent középen az összes tartozék ebbe a kis kerek batyuba. Na, érdekes, hogy ilyen szép árnyalatúra fújták itt a belső részeket is. Itt ilyen matt fekete, itt is, és dupla kapaszkodónk van, le is tudjuk húzni az egyikkel, és a kettesen csukódik. No, nézzük a jobb oldalát, ugye. Itt is minden teljesen tökéletesen rendben. Csak ezen apró porszemek szállnak rá, az csillog rajta. Hátulja. Azt mondja, izofixes ülések. És hát természetesen sok légzsák, tehát itt még hátul is vigyáznak ránk a C-oszlopban a légzsákok. Teljesen jó. Kellemes illattal és gumiszőnyegekkel, tehát még azok is megvannak neki, a gyári gumiszőnyegecskéi. Nézzük az elejét. Hopp, itt mindjárt megakad a szemünk. Azt látjuk, hogy hangszórók itt fölül is vannak, tehát ezt is jól megoldották, ugye? És láthatjuk, azt is mutatja Concerto, hogy bizony ennek az autónak kikapcsolhatók a légzsákai elől. Nagyon szépek ezek az ülések, ilyen több rétű betéttel vannak megoldva. És gyönyörű szép neki ez a váltógombocskája is, ez is egy ilyen bőrbevonatú váltógomb, ugye 5 sebességes az autónk, és jó tapintású. Aztán az első ülésünk is rendben van, és a kormánykerekünk is bőrkormányos. Ez is ilyen több részes, teljesen szép, gyönyörű állapotú, nagyon sok funkcióval, tehát itt tudunk akár telefonálni, sávot váltani, tudunk hangszorókat nyomni előre, és ugye ott van a világítási része, azt az indexkarra tették. Aztán azt látjuk még, hogy van benne bizony fedélzeti komputer is, és ennek itt van a kapcsolója fölül, tehát itt tudjuk ezzel a trip gombocskával nyomni, akkor pedig ott fölül látjuk, hogy változik, hát ugye most 5-9-ig álló helyben a fogyasztása, az átlagfogyasztása az nagyon jónak mondható. A klíma berendezésünk, meg hallottuk elől, ment a ventilátor, teljesen jól működik, és egy ilyen kék kis visszajelző lámpácska van a gombon, az jelzi nekünk, hogy bizony ezt mi bekapcsoltuk és benyomtuk. Nagyon sokféle
funkcióval bír a fejegységünk, tehát Bluetooth-t is tud, MP3-at, CD rádiós, úgyhogy tényleg igazán egy teljesen jó beilleszkedő ide a konzolba. A fejegységünk ugye mindenféle csatlakozási lehetőséggel, azt is ott mutatom, ott van alul. No, pohártartók is minden, és mondja nekem Concerto, hogy nézzünk be a kesztyűtartóban, mert bizony itt pihen a másik fiunk, nem is véletlenül, mert ő meg azért érzíti magon nagyon jól magát, mert mennek hűthető a kesztyűtartója, ott van bent az állítókarocs gombocskája, úgyhogy nagyon köszönjük neki, hogy itt bent ilyen jól érezte magát, és közben felfedezte a szervizkönyveket is, természetesen ott is ugye minden rendben, és azt a bejegyzéseket látjuk, hogy őt viszont vitték szervizbe rendesen végig. Tehát nincsen benne sok kilométer. Ezen kívül ugye itt vannak még a vizsga igazolólapjai is, a műszaki vizsgalapjai is, hogy mikor járt és hogy mennyi kilométernél műszakin. Ezek is megvannak neki, a korábbiak. És azt láthatjuk, ha nem mondtam volna még, hogy bizony 49.300 kilométer van csak az autónkban, igazán tényleg nem mondható sok futásnak, hogy egy 2013-as kocsiról beszélünk. Üzemanyagunk is van, úgyhogy aztán próbálgathatunk rendesen autót, és meg is mutatom nektek, hogy hogy indul, és hogy röfög. Azt mondja, hogy mikor indítjuk. Olyan extráink vannak még természetesen, hogy állítható az ülésmagasság, és kikapcsolhatjuk a menetstabilizátorunkat, tehát azzal is rendelkezik az autónk. Mutatom nektek, azt mondja, hogy minden gyújtásra teszünk, és egyből gyönyörű szépen indul. Aha, így döngicsél, hogyha pörgetjük, és ő ez a kis autónk, ami így belül csodaszép, szép dizájnnal, kormánnyal és szép fejegységgel, és várunk tele titeket. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy megnéztétek a filmecskénket, és mutatjuk még a következő autónkat is, mert sose fogynak ki. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk vagytok és követtek minket. Szervusztok, sziasztok!